kutyával nem csak az élet, de egy sajtótájékoztató sem mindennapos. A kutyabaráthelyek.hu sajtó eseményén jártunk, ugyanis védjegyet kapnak a kutyabarát szálláshelyek. Annak fontosságáról, hogy az állataink minél több helyen velünk lehessenek, többek között dr. Varga Károly gyermekorvos, a híressé vált kutya dr. Rex gazdája, a Purina Magyarország igazgatója Hanzel Lajos, dr. Juhász László szállodaszakértő és Tornóczki Anita is beszéltek. Tehát akkor a legfőbb célotok, feladatotok az, hogy a bizonyos vendéglátó helyeket egy kicsit kutyabarátabbá tegyétek. Sok ilyen helyet sikerült már idézőjelben meghódítanotok? Igen, és hála Istennek egyre több ilyen hely van országszerte. Nagyon örülünk annak, hogy ez a pozitív példa szinte futótűzszerűen kezd elterjedni Magyarországon is, ugye a nyugati országokban főként, illetve Amerikában ez már sokkal előrébb tart, sokkal nagyobb gyakorlat van ebben. Itthon ez még gyerekcipőben jár, és hát abban bízunk, hogy mi ezzel segíteni tudjuk ezt a folyamatot. Az előbb említetted, hogy mindkét fél véleményét meghallgatjátok. Itt igazából arról van szó, akik kutyabarátok, és akik nem kifejezetten kutyabarátok? Részben itt elsősorban a szolgáltatók, szállásadók, vendéglátóhely, tulajdonosok oldalát és a kutyások oldalát gondoltam, de nyilván probléma adódhat a kutyás-nem kutyás között is. Ugye nem mindenki szereti törvényszerűen a kutyákat, nem is kötelező ez természetesen, de az élni és élni hagyni szabály, vagy hát elvet szeretnénk ezzel segíteni. A gyakorlat azt mutatja, hogy elsősorban a kutyákkal indulnak útra az emberek, tehát macskával, vagy vadászgörénnyel éppen, kinek mi a hóbortja, azzal kevésbé indulnak el az emberek. Természetesen, hogy kutya bemehet, akár egy másik állat is. Ha jól tudom, a ti közbenjárásotokkal sikerült Balatonon létrehozni ezt a kutyabarát strandot. Terveztek más területet is kutyabarát strandá átalakítani? Igen, szeretnénk minél több ilyen helyet létrehozni. Ugye nyáron a nagy melegben, főleg az olyan tulajdonosoknak, akik nem rendelkeznek saját kerttel, ez nagy problémát jelent, illetve nyaralás közben is az egy élmény, hogy a kutyával együtt fürödjünk, amelyben ugye a kutya is szereti a vizet, mert ráerőltetni nem szabad. Mik a hosszú távú céljaitok ezzel a kutyabaráthelyek.hu oldallal? Hát szeretnénk ezt a minősítést tényleg nemzetileg is elfogadtatni, illetve minél több helyet így leminősíteni. Nyilván nem kell az összes helynek kutyabarátnak lennie, de nagyon jó lenne, hogyha minél több hely közül választhatnának a gazdik, illetve, amint már említettem, az élni és élni hagyni elvet követve egy keretet, egy szabályrendszert alkossunk, hogy senkit ne érjen csalódás vagy sérelem. Azt gondolom, hogy az, hogy a felelős gazdák mindenhova tudják magukkal vinni az állataikat, az minden állatvédő szervezetnek is nagyon fontos kell, hogy legyen, hiszen mi régen rossz sorsban lévő állatokat adunk örökbe, akiknek azt szeretnénk, hogy minél teljesebb legyen az életük, és nyilván nekik úgy lesz a legteljesebb az életük, ha mindenhova tudnak menni a gazdival. Talán az egyik legtürelmesebb kutyának Rexet mondanám, akit el is hozott magával ide a sajtótájékoztatóra. Hol tart most jelenleg az önök ügye? Jelenleg a végzésnek, az ANTS végzésnek eleget téve az orvosiban tartózkodik, bár részben neki köszönhetően egy felújításnak a végén vagyunk. Ez azért érdekes, mert így, hogy engem fogadtak az önkormányzatnál, rájöttek, és ébresztettem őket, hogy nagyon rossz állapotban van a rendelő, és segítettek a felújításban, és a felújítás egy kicsit összezavarta őt is, meg mindenkit, úgyhogy hol itt volt, hol ott volt, tehát nem is tudtunk eleget tenni, de a végzésnek eleget téve nem megy a rendelőbe, illetve nem a rendelőben fogadja a gyerekeket, ami persze nem nagyon jó, a gyerekek viszont oda mennek az orvosiba, és rögtön simogatni akarják. De ez átmeneti állapot, mert a segítő vizsgátra készítjük föl, és most már nagyon előre tartunk a felkészülésben, és az ősz folyamán meg fogja kapni a diplomát, és akkor nyugodtan folytathatjuk a munkát együtt. Az ön rendelőjének akkor már megvan a kutyabarát helyek tanúsítványa? Hát már akkor megvolt, amikor még ez igazi tanúsító védjegyként nem szerepelt. Tehát mi voltunk igazából az első, sőt olyan van, hogy kutyabarát rendelő. Mint egy picit félre lehet érteni, tehát mindenki hozhatná rendelőbe a kutyát, de nem hozza.
Hazánkban a kutyabaráthelyek.hu fordítja a legnagyobb energiát arra, hogy több száz szálláshelyet és vendéglátó létesítmény ténylegesen kutyabaráttá tegyen. Munkájuknak hála egyre több helyen üdülhetünk, ehetünk, strandolhatunk kedvenceink társaságában.